érdekes ez a közösség szempontjából. Tehát mind olyan dolgok, hogy meg tudja mozgatni egy kicsit a fantáziáját az embereknek, és tényleg nem csak a szürke hétköznapokkal foglalkozunk, hanem picit a bese világába is azért érdemes visszakalandozni. De egy picit beszéljünk a térképről, belebonyolodok én is itt hamarosan. Honnan vannak a helyszínek? Milyen helyszínek vannak? Honnan vannak a legendák? Kiktől? Tehát mi nem gyűjtőmunkát, hogy mondjam, tehát mi Orbán Balázs, Benedek Elej, Kambrus Sajos bácsi koromról ugye tökéletes munkát végeztek, összegyűjtötték ezeket a történeteket. Most ezek a mondák és legendák mind helyszínekhez, tehát földrajzi helyszínekhez kötődnek, folyó, tavak, hegyek, ugye itt a Szent Anna-tó, akkor ugye Bárványosvára, ugye itt a Hargita-hegynek a mondája, Borvíznek is van külön mondája, Székelyudvarhelyen a Budvárcsicser, tehát ezek mind létező, oda megyünk a helyszínre, tehát vannak. Na most ezek helyszínekhez kötődő mondák és legendák, tehát innen származnak, tehát konkrétan ezeket meg lehet találni, GPS-szel be lehet koordinálni őket, megtalálható. Ennyi. Uh-huh. Aztán... Meg is lehet hallgatni őket, ugye legalábbis van egy honlapotok, igen. És ott úgy láttam, hogy meg is lehet hallgatni ezeket a legendákat. Ki mondja fel ezeket, vagy hogyan történik? Hát önkéntes alapon működik. Asztalos Ágnes újságíró a kolléganő segít nekünk. Tényleg most szerencsére vannak jó emberek, és nem azt nézik, hogy most pénz, hanem ő odaáll, és tényleg is tudja, hogy fontos ez a gyerekeknek. Hát Amerikából hallgatják, Kanadából, Kínából is hallgatják a honlapot, mert ugye az IP címek szerint biztosan föl is vették velünk a kapcsolatot. Tehát a lényeg az, hogy a www.legendarium.ron a székeket ki lehet külön választani, kis zászlócska, és rákattint, és a gyerek hallgathatja a mondalegenda történetét. Külön zenét írt Orbán Ferenc zeneszerző a legendák elé, intro és outrója van, tehát próbáltunk úgy, mint a magyar népmeséknek, nem kopintottunk idézőjebben, hanem tényleg egy saját ugye, helyi zenét hoztunk neki létre. Értem. Így ránézve a térképre úgy látszik, hogy azért gazda mond a világunk van. Mondjunk el egy, mit tudom én, egyet a kedves nézőknek, a legérdekesebbet talán, vagy a te kedvencedet. Igen, a kedvencem az a Budvár vitéz története, nem tudom, hogy mikrofon mennyire hallatszik, hát, kihajolok, de az itt van, majd elmutatjátok. Igen, rajtad van. Ugye fiús mondta, tehát a vitéz lelövi a tatár, ezért odaépül a Jézus kápolna. De van egy kedvenc csiki történetem is, a Lakatos János fagypáncéja, ugye Csíkban tudjuk, nagyon hideg van, az Lakatos János ugye kijön a faluból, tatárjárás, bevártja a kabátját a zoldba, és utána felveszi, jól megfagy, és a tatárok nem tudják lelőni, ugye? Legyőzhetetlenné válik. Tehát milyen ötletesek ugye az emberek, és ezt kitalálták, hát most belegondolunk, akár meg is lehet próbálni, mondjuk nem ajánlom senkinek, de na, tehát ilyen kis kedvenc történetek vannak rajta, és hát így visszanézve, ezeket lehet kategorizálni, tatárjárásos történetek, kincskeresős történetek, tündér. Tehát nagyon szépen ki lehet ebből kerekíteni különböző kategóriákat. Téged már gyerekkorodban is vonzott a legendák, a mondák világa? Hát vonzott, mert ugye otthon is már így nőttem fel. Székelyudvarhely körül tele van mondákkal, legendákkal. Ugye Szombatfalván, Kertvárosban nőttem, még ott is van egy történet. Nagyon érdekes, mert tehát két éve készítettük a legendáriumot, és hát az utolsó percben jutott eszembe, hogy nagy tatám mesélt egy mondáját, igen, ott volt a tényleg, és eszembe jutott, és akkor így édesanyámmal leírtuk, és itt van a térképen végül is az a történet is, Szapuly Kati kutyának a mondája. Na, tehát tényleg olyan környezetben nőttük fel, bringáztunk gyerekként, suhancként is ugye jártuk a környéket, és ezek azok, ami másképp értékeled, és úgy gondolom, hogyha ezeket a történeteket mindenki ismeri, itt Vásárhely környékén is tele van, itt is nagyon szép mondákkal, legendákkal, ha ismered ezeket és tudod, teljesen másképp értékeled a saját környezetedet, szülőföldedet, és másképp közlekedsz az utakon, tehát van ennek egy varázsa. Ezek kis történetek, és azon kívül, hogy varázsa van, szerintem egy picit tanulhatunk is belőle, ugye mindig mindegyik kis mondából, legendából valami azért
Vannak tanulságos történetek, nagyon jó ráférne mindenkire. Itt azért nem jellemző a széthúzás ezekre a történetekre, nem jellemző az áskálódás, úgyhogy lenne mit a mai ember ebből tanuljon, az biztos. Vigyázzunk rájuk kellőképpen, hogyan látod a mondáink, a legendáinkra? Hát szerintem vigyázzunk, viszont valamiért annyira vigyáztunk, hogy még nem is tudtunk róla tökéletesen. Tehát jó megoldtak ezek, vigyázzunk. Elduktuk. Megoldtak végül is. Biztonságos helyre. Mondom, mi nem, tehát léteztek ezek, le voltak gyűjtve, viszont nem voltak ezek kellőképpen exponálva. Tehát, és nagyon sok könyv jelent meg egyébként, tehát ez az, hogy a székelyföldi mondák, ilyen címmel, tehát tele ott a könyv, és ezzel bemenjünk, nagyon sok könyv található, csak valamiért még se tudják az emberek, tehát hogy megveszik otthon a könyvespolcon, tehát nem tudom, ezt jobban bele kell vinni a köztudatba, mert ezek a saját történeteink végül is, tehát nem tudom, úgy gondolom, egy másik nemzet is a saját történeteiből tud előre menően táplálkozni, tehát azért ez fontos. Nem véletlenül találták ki őseink ezeket a... És talán már tényleg a gyerekekben kell elültetni, és úgy oda viszitek első alkalommal, ugye? Mert hogyha ők már ezeken nőnek fel, akkor ők már másabb felnőttek. Hát igen, lesznek igen, mindenképp. Igen. Láttuk a bejátszásból, mert gyerekek is voltak, úgyhogy már látták a térképet, hogyan fogadták? Jó, hát ez, nem tudom mondani ezt az örömet. Tehát bevittük egyik székelyodori iskolába mesemondó versenyre. Hát ott nem tudom, ezt ott kell lenni, kell érezni. Tényleg két éve valamit csinálsz, akkor kiállítod a térképet, a gyerekek lerohanják, né az ördög, né a tündér, keresgélnek rajta, mindenki megtalálja a kedvenc figuráját, és akkor ilyenkor azt mondom, hogy jó munkát végzett, ugye Erika is, Levente is, de hogy mondjam, ez egy jó csapatmunka volt, és tényleg, hál' Istennek, nem, tehát úgy nem is ez egy szabad munka volt, freelancerekkel dolgoztunk, nem szólt bele senki, nem engedtük senkit ráhatással lenni, és tényleg a közösség végül is kapott valamit ebből, és mondom, a gyerekek a legfontosabbak, az visszajelzés a lényeg végül is. Hát ez biztos mindenhol is, mindenképpen. Az első nyomtatott példát mikor és hol lehet megkapni? Hát azt mától. Már meg lehet kapni, ez itt a reklám helye. Nem akarok reklámozni, végül is. Hát dehogy nem. Azt tettük, hogy ugye kevés támogató lévén kinyomtattunk most 1000 térképet, és annak a 30%-át ugye az iskolai térképekre fogjuk fordítani, tehát a bevételnek a 30%-át, a többi százalékából kifizetjük a rajzolókat. Itt mindenki önkéntesen végezte, tehát ugye a szponzorpénzeket összeszedtük, meg a saját vállalkozáson pénzéből is, de hát azért itt még vannak költségek, elmaradt kifizetések, ez ugye jellemző a mai világban, és hát ezeket ki kell fedezgetni valahonnan, hogy így jön a közgazdasági része is. Na, de hát haladunk szépen előre. És itt Vásárhelyen is központban néhány könyvesboltban elérhető lesz a térkép biztos. Már innen oda megyünk. Szépen lassan és biztosan, ugye? Így van, ugye. A honlapon látom, hogy meg is lehet rendelni ezeket. Vannak-e már megrendelőitek, és honnan érkeznek a rendelések? Hát, csak Erdélyből? Nem. Kanadából is rendeltek. Sőt, Kanadából olyan rendelésünk volt, hogy még kész sem volt a térkép. Azt a mindenit. Tehát meglátták, hogy vannak emberek, akik értékelik, és tényleg megértik, és akkor Amerikába kell küldenünk, hát Kínába is egyet el kell küldjünk a héten. Van, Ausztráliában is, de be fogja járni, ez biztos. Tehát ez a lényeg, hírünket kell vigye. Sőt, visszük, ugye most nemrég Vajdahunyadra vittük, Hunyad megyébe, Csernakeresztől ott vannak a bukovinai székek, itt van a történetük, nem tudom, meg lehet-e mutatni, a jobb fent itt a látszik a szekére vonulnak ki a bukovinai székelyek Székelyföldről, ugye elmennek Bukovinába, ugye madéfaj veszedelem után. Hát úgy kérdez, ezek az emberek itt 200, közel negyed évezred, de itt hagyták Székelyföldön ezeket a csodálatos történeteiket. És akkor azt mondtuk, lesz egy ilyen akciónk, minden ilyen közösségnek, viszünk egy ilyen térképet ajándékba, és kitesszük a közösségi házukban. Az első ilyen akció Csernakeresztúron volt, a térkép ott van a Csernakeresztúri tájházba. A gyerekek már nézegetik. Május 5-én megyünk Baranyába, ugye ott is vannak a bukovinai székelyek, megyünk Belgrád mellé Székelykevére, ott is van egy székely falu.
Na, oda is viszünk térképet. Kanadában van 3 székely falu. Oda is viszünk ajándékba, Brazíliába. A Brazíliában picit már beolvadtak, de vannak leszármazottak, és a Magyar Nagykövetség próbál segíteni, hogy megtaláljuk őket. De ott is van egyfajta, valami kis egyesületük van, oda is viszünk térképet ajándékba. Világot bejárjátok, lassan már a kollégáim jelzik, hogy az adásidőnk lejárt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ezt a csodálatot elhoztad ide nekünk. Sok sikert kívánunk a továbbiakban nektek. Köszönjük szépen. És a kedves nézőknek már most elárulom, hogy a közeljövőben önök is nyerhetnek legenda térképet. A részleteket megtudhatják, ha továbbra is nézik a Napraforgót. Most pedig nem menjenek sehova, várjuk vissza egy kis reklám után önöket.